nem szenvedett vereséget, sőt, mind a három meccsét megnyerte az új mesterrel, a Fradi. Itt most a 19. percben Bancsa révén veszélyeztetek először a fehérváriak. Félórányi játék után Kuznyecov kap labdát, és elindul előre. Majd nem támadja senki, Kuznyecov pedig lő. Egy bomba gólt. A 30. percben tehát Szergej Kuznyecov révén a Ferencváros megszerezte a vezetést. Érdekesség, hogy Kuznyecov mindössze egyetlen percet játszott eddig a bajnokságban, hosszú sérüléséből csak most épült fel, míg közelebb is vihette volna a labdát, nem volt rá szükség. Behátrálnak a védők, Kuznyecov pedig felismerte a lehetőséget, hogy érdemes egy átlövéssel kísérleteznie. Hat perccel később Vancsa tanári labdájával kiugrik Filipovic, de csak az oldalhálót zörgette meg. Marad az 1-0-as vendégelőny. Nyilas a labdával a 41. percben, bal oldalt Horváth Ferenc, jobb oldalt Zavacki. Zavacki kapta, bíró Szabolcs jól zárta a szöget. Ez már a második félidő, Lőrinc megirigyelvén Kuznyecov babérjait, előre tör, Szejler hárít. 60. perc, Filipovic teljesen tisztán ezt a helyzetet is elpuskázta. Nyilas, jó az indítás, Zavacki gólhelyzetben, bíró Szabolcsnak másodszorra megvan a labda. 78. perc, Nyilas, majd Nyicsenko, aki csereként állt be. Jó a kiugratás, Zavacki lép ki egyedül, bíró jól zárta a szöget. Aztán Jagodic, ez már a 84. perc, jó a csel, Zavacki megint, és ezt a helyzetét már berúgja, 2-0 a Ferencváros javára. Darga Zoltán és Zavacki öröme. A lassításból lehet látni, hogy szó sem lehet lesről. Zavacki pedig megszerzi a Fradi második gólját. A végén még Milovanovic veszélyeztette saját kapuját, de az eredmény nem változott. Videóton Ferencváros 0-2.